Ani, Doku vagyok, és aki a csatornát követi a Facebookon is, ugye a Ronin Tech néven a csatorna oldal, illetve a Tokugawa néven pedig ugye az én YouTube-os kis életemet, az gyakorlatilag most egy 2-3 órája szembesülhetett egy igen drasztikus változással, vagyis azzal, hogy a csatorna jelenlegi működését úgy, ahogy van, befejezi, úgyhogy vége van a csatornának. Az eddigi kísérletének, ami tartott körülbelül majdnem 4,5 évig, ugyanis ilyen formában nem vagyok hajlandó folytatni, és ez belőlem fakad. Ugyanis ez egészen tavalyra visszavezethető, amikor is megjelent ugye a YouTube életében Linux Mind, és nekem el kellett döbbennem, hogy ő sokkal te jobban csinálja ezt, mint én, sokkal te jobban összerakja a videókat, informatívabb, jobban vágja a dolgokat, mint én, és rá kellett döbbennem, hogy millió egy hibával rendelkezem, és nagyon sokszor sajnos hiába próbálok meg felkészülni, egyszerűen ezt nem tudom teljesíteni, ugyanis jelenleg még mindig ott tartok, hogy nem Linuxos szemmel tekintek egy Linux distróra, hanem még mindig Windowsos szemmel. Nem vagyok eléggé felkészült, ami az alapokat illeti, ugyanis ugye tegyük föl, használjuk a Jó van című történet van nálam, vagyis hiába tanultam nagyon sokat a körülbelül 3 éves Linux használat alatt, az nem kizárólagos Linux használatot jelent, hanem ugye úgymond bekukkangattam a Linux világába, de legtöbbet inkább Windows 10-et használtam, vagy 8.1-et, vagy pedig 7-et ugye. Na most nem mondom azt, hogy ez tényleg 100%-ig shift-delt jelent a csatornán, vagyis nem fogom törölni az eddig elkészült videókat, tartalmakat, és megszüntetni a csatornát, hanem lezárom az eddigi kis életét, ami abban nyilvánul meg, hogy ilyenfajta stílusban, illetve előadásmódban, ahogy eddig készültek a videók, nem fog jönni több, hanem egy teljes úgymond lezárást eredményez, vagyis valószínűleg vissza fog térni a csatorna, ugyanezen a néven, ugyanúgy velem is minden, marad a Windows és a Linux, és inkább át fogok térni a Linuxra, de fog természetesen Windows tartalom is készülni, ugyanis úgy vagyok vele, hogy bele kell lásnom magam a Linuxba, és ha Linuxot használok, akkor Linuxos aggyal gondolkodjak, ha pedig Windows használok, akkor meg Windowsos aggyal, és mindent az elejéről kezdeni a történetnek, normálisabban megcsinálva a videókat, illetve sokkal jobban felkészülni. Ugyanis ugye tavaly megjelent Linux Mindos Zoli csatornája, és rá kellett döbbennem, hogy én iszonyú kezdő vagyok ebben a történetben, úgyhogy nem tudom mikor, és milyen körülmények között, és hogyan, de majd folytatódni fog a csatorna élete valamikor egyszer. Nem mondom, hogy 2 hónap múlva, nem mondom, hogy fél év múlva, 1 évet nem mondok, mert szerintem addig nem fogom bírni nélkületek, vissza fogok jönni, és remélem, hogy addigra sikerül elsajátítanom az alapokat, jobban belemászni a különböző disztrókba, és sokkal te összetettebb, jobb videókat készíteni számotokra, mint amit eddig csináltam. Úgyhogy aki eddig követte a csatorna kis életét, akár az elejétől, akár mondjuk az utolsó 1-2 hétben, annak nagyon szépen köszönöm a figyelmét, illetve a tanácsait, tippjeit, illetve támogatását mindenféle körülmények között, főleg akinek nagyon-nagyon-nagyon köszön, mert sokat. Mind én is, mind pedig a csatorna, ugye az pedig Pénafarkas, Creepy, aki az egész Linuxban az én mindig is oltalmazom és segítőm volt. Vele természetesen továbbra is ugyanúgy megmarad a kapcsolat, abszolút nincs arról szó, hogy én most mindenkinek és mindennek hátat fordítsak. Nem, csak kicsit elvonulom, rendezem soraimat, és majd egyszer visszatérek, úgyhogy még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, illetve a támogatást, és további szép nyarat, meg kellemes pihenést, hogyha sikerül ezt is megvalósítanod munkád, illetve a tanulmányaid mellett, úgyhogy további szép hétvégét, még így estére, pápá! Pá.